Na, elérkezett ez a napocska is. Készülök, Bence mindjárt itt van, még lemegy az istálóba. Ugye ma szerveztünk egy lecsopartit. Horváth Gyuri barátom és Jeff. Ugye utazik csütörtökön, és kitaláltuk, hogy legyen egy lecsoparti, és végül is itt lesz nálam. Így döntött az intézőség. Készülök, Bence nagyon készül, én szintén asztalok lemosva, ezek már az utómunkálatok, felmosva, ez az asztal le lesz terítve, ha kell. Hát készül, jó, nálam rend volt, de azért most még egy picit oda tettem itt a dolgoknak. Ugye ezek gyönyörűen itt lemosva szépen, itt is kisöpörve, amúgy is szeretem a rendet, csak most még rátettem egy pindurkát. Ez azért itt, ugye lányaim jönnek lovagló csizmákba, mindenbe, itt ez nagyon dzsuba szokott lenni, lesöpröm kevés, most le is mostam. Ez is egy ilyen kis komód, itt van a sok minden cucc benne, ez is tiszta por volt, úgyhogy egy kicsit azért adtam oda, hogy még szebbek legyek, inkább így mondom. Szóval mindig variálok itt dolgokkal, a medencét végre felállítottuk. Most csináltam egy ilyen érdekes hülyeséget, kitaláltam. Ezt a Veres Géza barátomtól kaptam ezeket az edényeket. Aztán ott porosodtak már egy éve, lassan. Lovacskáim vannak, de mindig elborultak. Eltört a lába, a másiknak is ott van. Nem bírtam nagyon megoldani, még újkorukban nagyon klasszak voltak, megálltak. Jött egy kicsi szél, elfújta, beleesett. Úgy letettem róla, most itt van a kis törött lábú lovacskám, a másiknak is eltört a lába. Ezt még Franciaországba vettünk, a versenyen voltunk. És kitaláltam ezt most így, ez körülbelül 2 perc alatt. Abba folyik a víz, ebbe is itt valami, de nem tudom. Gics parti? Lehet. Legyen gics, engem aztán nem zavar. Medencém megvan. Hát tegnap engedtem vízzel tele, Bence összeszerelte 20 perc alatt. Egyedül nem vállaltam volna be. Tehát ez még hideg. Terasz készen áll. Itt fogjuk ilyen tárcsán szépen itt a tüzecske. És megcsináljuk eszméletlen jó lecsót. Bence nagyon jó főz. Na, úgyhogy szerintem kollet lett. Francia és olasz zenék lesznek ma. Francia-olasz zenék. A 100%. Különben pólóba vagyok, de nem mutatom az alsó, én mesztelen. Én itthon mindig, ha jönnek a vendégek, ha nem, úgyhogy lehet, hogy meglepetés lesz nekik. Egy póló azért rajtam van, ennyi. Imádom a szabadságot, utálom a szűkös farmereket, meg nadrágokat, na mindegy. Tehát úgy döntök mindig, hogy itthon vagyok, akkor így legyek. És medencének örülök, itt voltak a hőguták, aztán szerbusztok. Ezek puszilkodnak, érdekes, nézem őket, és egymásra néznek, és adnak egy pucit egymásra. Hihetetlen. Jó van kicsim. Annyira félősek, pedig én letetem őket minden nap. Eláztak itt, most kipucoltam a helyüket. Csili-vili, tiszta ez is. Vizecske van, ha mi van, majd még répát leszelek nekik. Jó van kicsim. Na, most megilletődtek a kamera láttán. Mert összenéznek és egy puszit adnak egymásnak. Vagy én nem tudom mi ez, utána kéne olvasnom, mert nagyon érdekel. Nagyon jó fejek. Na ez egy hangulatos. Ugye ez a kis csobogás, vízcsobogás. Imádom. Ja. Bence még leszel az istálóba. És aztán hozzáállunk. 1:30 fele jön a csapat. Leszünk egy 8-15 Gyuri. Mondom, a Horváth Gyuri barátom szervezte ezt az egészet. Még mielőtt nem jött a Jeff, mondta, hogy egy amerikai felesben vannak a Ravenszal, egy nagyon szimpatikus embert ismertünk meg benne, eszméletlen kompjúter a feje. Ha! Minden tud, pedig nincs itt. Nyáron szokott jönni. Ez az övé, el ne felejtsem odaadni, ezt a Voncem Gabi drágán küldi neki. Jó, úgyhogy így várom a csapatot. Hát akkora rendet nem kellett csinálnom, egy-két ilyen, mondom, lemosás, mert azért aránylag, azért én arra odafigyelek, hogy a lányaim azok hozzátesznek, hogy ne legyen rend, azok tudnak alakítani azt a kutya. Ijjjjjj, 8 bőrön, de jön a Mirus, vagy a Sári, ki és szanaszét, és mindenhol valami. És nagyjából összeraktam ezt a szobát, és milyen sötét a felvétel. Valami oka van? Mi van, mit csinálsz? Valamit megnyomtam?
Valamit megnyomtam véletlen, mert nem akartam. Na, valami történt. Ez a nagy szoba, ide szoktam inkább berakni, mint a nappaliba, szét utálom, amikor szanaszét botla. Itt is különben, a fürdőbe is. Oda benyomva valami, mindenhova valami szanaszét. Na jó, ennek is örülök, hogy ez itten. Ez tényleg koszos volt. Na, ezt hozzá kell tennem. Ez itt ez ilyen, hát homokos volt, úgy koszos. Na most azért rendben vagyunk. Kell is. Pia van Dögivel, de hát nem lesz, aki inni fog. Ugye Jeff is vezet, Bence is vezet. Én nem iszom. Csak a poén kedvéért szoktam. Hogy örüljenek. Na, így vagyok. Nekem nem is a házam, ez a nyaralom, esküszöm. Imádom. Én annyira szeretek itthon lenni. Istáló meg itthon. Nekem nincs kedvem se nyaralni, elmenni, szegény Egonhoz pedig le kéne mennem. Az már nagyon szeretné. Lehet, hogy lemegyünk szerdán, akkor pont nem jönnek gyerekeim, úgyhogy imád, ez a nyaralom. Mindenem megvan, ami kell. Fürödni tudok, minden, napozni, pihenni. Zenét hallgatni, filmet nézni, bármit. Kert végében is wifi van, ha kellene. És jó zenéket hallgatok. Előbb írtam az Ádi barátomnak, ugye ő is jön. Ádi barátomnak, hogy a szomszédaim jó zenét hallgatnak, ha szeretik, ha nem. Engem nem zavar a mesztelenségem sem. A saját házamban, a saját kertemben vagyok, úgyhogy nem zavar. De hát igazából ők vannak egyedül szomszédaim, békesség van, minden, az a hátsó nagyon messze van, és ez meg utcai front, úgyhogy senkit nem zavarok semmivel. Nem is lett olyan rossz ez a gicses szökőkutas valami. Kitaláltam, vannak rajta lukak, mondom, a Géza hozott, és ha megnéztem, melyik lukacskában rajta, és ha belemegy a víz onnan, akkor az úgy foly, mindegy. Gézám, köszönöm, ott poroszodik már egy fél éve, ha nem több. Úgyhogy így vagyok, ezt Vera nénitől kaptam, és ezt meg a kardoség, a Bence anyukájától, mocsári hibiszkusz, majd nézi, majd lefotózom, amikor kivirágzik, de nagyon szép lesz állítólag, már bimbózik, alakulgat. Ezt lemostam tegnap, ezt a nylon valamit, ezt majd összehajtom. Igazából én szégyenkezésre semmi okom, amit nem vállalok be, hopp, nehogy lejjön minden a kamera, még feljelentenek. Amit nem vállalok be, az az ablakpucolás. Bent fölmosok, porszívózás tulajdonképpen minden nap, tehát ezeket a dolgokat csinálom. Jó polcokon van egy kis por, ruháimat összerakom, tehát azért szeretem aránylag, mint férfi vagyok, mondom, mondjuk ez se kifogás, de szeretem a rendet nagyon. Szanaszét dolgok, nincs elmosogatva, van gép is különben, de annyit nem használok el, de ez nem maradhat úgy, hogy reggel jövök, és valami elmosatlan van a mosogatóban. Mosogatógépet meg, mint mondom, ritkán használok. Na, jó, elég a pofámból is, elég most mindenből. Majd érkezik a kis csapat, valamikor aztán ajde. Pusz mindenkinek addig is. Még ezt el kell raknom, az majd ide felkerül egy terítőre. Extra szerintem. Kész.